Ez egy tipikus példája annak, hogy ezt az a téli abroncsot nyári felhasználás mellett is használták, mivel itt az anyagból darabok válnak ki. Tehát itt a téli abroncs keverék, az ugye, amit beszéltünk is, hogy nagyon puha, és a forró aszfalton ezt tudja eredményezni, tehát egy rendellenes kopást, képet tud mutatni. Már javában készítik az autókat a télre ebben a nyíregyházi szervízben. A téli gumi esetében érdemes leellenőrizni a mintázat profilmélységét, hiszen 4 mm alatt már nem biztonságos a használata. A szakértő szerint, amikor a napi átlaghőmérséklet 7 Celsius fokra csökken, cseréljük le az abroncsokat. A téli és a nyári abroncsnak az anyagösszetétel az különbözik egymástól. A téli abroncsok azok egy sokkal puhább keverékkel rendelkeznek. Ez biztosítja majd a téli időjárási körülmények között a megfelelő tapadást. Az utóbbi években egyre több vásárló érdeklődik a megvásárolni kívánt gumiabroncs DOT számáról, mondván, ha nem az aktuális évben került gyártásra, akkor már nem is érdemes megvenni. Azonban nem egy gyorsan romló termékről van szó. A DOT szám az abroncs oldalfalán található jelölés, ami a gyártási időt is mutatja. Az utolsó 4 számjegyből az első 2 a gyártási év adott hetét, a második 2 a gyártási évet jelöli. A DOT kérdésben azt kell figyelembe venni, hogy egy szakszerűen tárolt abroncs esetében ez 3 évig új abroncsnak tekinthető, 5 évig pedig frissen gyártott abroncsnak tekinthető, és összességében pedig egy 10 évig őrzi meg az abroncs a tulajdonságát. Itt arról érdemes még beszélni, hogy egy megfelelően tárolt abroncs esetében, például, hogyha most nálunk egy raktározás során egy év alatt tároljuk megfelelő körülményeket között az abroncsokat, akkor annyit öregszik az abroncs, mint hogyha egy átlagos felhasználó nap mint nap használja az autóját 3 hétig. Tehát egy év kontra 3 hét használattal van, tehát hogyha azt veszük, akkor a felhasználhatósága az a felszereléstől számított egy 4-5 évig ajánlott. A szakértő hozzátette, hogy a 4 évszakos gumik a téli és a nyári szettekhez képest kevésbé bírják jól a szélsőséges időjárási körülményeket és a jeges útviszonyokat. Így csak városi használatra ajánlja azokat.